81. életévében meghalt Demes Gyuri bácsi. Őt mindenki Gyuri bácsinak hívta. Én 15 évvel ezelőtt egy párizsi szakmai úton ismerkedtem meg vele. Örülök annak, hogy barátja lehettem ez alatt a 15 esztendő alatt. Ez év februárjában egy életmű díjat kapott. Az ott készült interjúval búcsúzom tőle. Isten veled, Gyuri bácsi! Gyuri bácsi, életmű díjat kaptál ma este, amihez szívből gratulálok. Én egész életemben nem csináltam mást, csak csináltam a dolgomat. Úgy, ahogy csináltam, jól vagy rosszul, de mindig valamilyen szeretettel, odaadással. De nem gondoltam, hogy ezt valaha is elismerik. És megmondom őszintén, hogy ez a díjnak az odaítélése nagy megtiszteltetése számomra. Ez a díj az újságírónak szólt, vagy a gépészmérnöknek? Én azt hiszem, az életműnek szólt. Az egész életemet a mezőgazdaságban töltöttem el, végül is a műegyetemnek a mezőgépész szakán végeztem, és onnan kezdve tulajdonképpen mindig a mezőgazdasággal volt kapcsolatom. Egy rövid kis termelési gyakorlatot kivéve végül is a kutatóintézetben dolgoztam, végigjártam ott a szamárlétrát, tudományos munkatárstól a főosztályvezetőig. Onnan mentem nyugdíjba, és olyan szerencsém volt az életben, hogy amint nyugdíjba mentem, fölkértek az Agrofórum ügyvezetésére. Ez volt most már több mint 25 évvel ezelőtt, és azóta ezt csinálom.